Szeptember 27-én tartott a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó ülését. Nyilván nagyon fontos naprendi pontok tárgyalására kerül sor az előzőekhez hasonlóan, hiszen a munka nem áll, meg folytatódik tovább. Költségvetésünket tárgyaltuk újra, megpróbáltuk azokat a mozgásokat átvezetni és levezetni benne, amelyek hát a gazdasági események vonzottak maga után. Azt gondolom, ez egy többoldalas anyag volt, de nyilván az utolsó sor a legfontosabb, kiadásbevételünk egyensúlya megvan, és azt gondolom, hogy október 1-től az új képviselőtestület ugyanígy ezzel a biztonságos háttérrel haladhat tovább. DRV ZRT-nek hallgattuk meg a beszámolóját ivóvíz és csatorna üzemeltetés tárgyában. Ez a napirendi pont évről évre visszatér, de azt gondolom, hogy ebben nem sok örömet elég senkinek, hiszen egy olyan elavult rendszert üzemeltette a DRV, amelynek a rekonstrukciója ott kopogtat az ajtóba és mindennapos beavatkozást igényelne. Nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban hálózat rekonstrukciójára megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyekhez megvalósítható. Nyilván hidegben, nyáron, szárazságban rengeteg csőtörés jellemezte az idei évet. Nyilván azt gondolom, hogy erre valami végleges megoldást kell keresni. Ezen túlmenően felülvizsgáltuk az autóbuszos közlekedésnek a díjtételeit. Ez természetesen nem mindenki számára feltétlenül egy kedvező, pozitív hír, de azt gondolom, hogy ennek már pont itt volt az ideje, hiszen 5 éven keresztül erre nem került sor. Eddig Dombármegy helyi járatú buszjegyára 200 forint volt, ezt most január 1-jel fel szeretnénk emelni 300 forintra, illetve egy szerény mértékű kiigazítást végeztünk a bérletek tekintetében is. Nagyon örülök neki, hogy megnőtt az utasforgalom ezeken az eszközökön, és annak is örülök, hogy egyre több dombóvári 18 éven aluli fiatal veszi ezt igénybe, hiszen részükre tavaly meghoztuk azt a döntést, hogy nem kell fizetniük a buszon, és térítésmentesen kapnak bérletet, és így járatnak iskolába, illetve közelítettek meg azokat a helyeket Dombáron, ahol szívesen járnak.